Most rögtön két edényt szeretnék önöknek megmutatni. Egy nagyobb méretű fazekat, ez egy egyszerű főzőfazék egyébként, valóban leves vagy kása főzésére használhatták. Ez pedig egy kis csésze vagy csupor formájú kis edényke. Ez is egyszerű háztartási tárgy volt, tehát a simán főzésre, étkezésre használhatták. Amiért ezt a két edényt én kiválasztottam, az azért történt, mert én ugyan őskoros régész vagyok, de hát az egy olyan hatalmas időszak, azon belül valamit ki kell szúrni az embernek magának, mert hát az több ezer év, vagy azt nem tudja egy személy, vagy legalábbis én nem tudom áttekinteni. És ezért én az őskoron belül is elsősorban bronzkorral foglalkozom, hát leginkább, hogyha hagynának, és nem egészen más ásatásokkal kéne foglalkozni. És ez a két edény annak a kultúrának, annak az időszaknak két nagyon szép reprezentánsa, ami nekem a szívemhez legközelebb áll, ez az úgynevezett hatvani kultúra. Ez a hatvani kultúra, ez a korabronzkor végén, a középső bronzkor elején élt itt nálunk a Kárpát-medencében. Azt mondhatnám, hogy elsősorban Magyarországon. Egy kis része átnyúlik a mai Szlovákia területére, de ez igazából 90%-ban Magyarország területén élő népcsoport volt. A Szolnok megye ugye a legdélebbi előfordulási területe egyébként a hatvani kultúrának, mert a lelőhelyeknek a zöme az az Alföld északi peremén, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Heves megyében található. Nyilván az volt a törzs területe a hatvani kultúrának. A középső bronzkor folyamán foglalja el azokat a területeket, ami ma Szolnok megyéhez tartozik. Ez nagyon békés nép volt egyébként a leletek tanúsága szerint ez a hatvani kultúra. Elsősorban földműveléssel foglalkoztak, erről árulkodtak a telepeik is. Több rétegű úgynevezett teltelepeken éltek, ami egy nagyon intenzív mezőgazdaságot feltételez. Több száz éven keresztül éltek egy adott helyen, egy kis területen, és a környező földeket művelték. Nyilvánvaló, hogy ehhez a földműveléshez valami ilyen váltógazdálkodást vagy trágyázást kellett használniuk, hiszen nagyon gyorsan kimerítették volna máskülönben a környező területet. Ez a két edény, ez nagyon jellegzetes a hatvani kultúrára, az ő edényművességükre. Az a fazék is, a maga rendkívül egyszerű, de mégis nagyon, nagyon szép és szerintem gyönyörű díszítésével árulkodik a hatvani kultúrára. Ez a eldurvított felület kiképzés, meg ezek a kis apró bütykök, ezek például nagyon jellemzőek erre az időszakra. Ugyanígy ezen a kis csupron is megfigyelhetőek ezek a kis apró bütykök. Mind a két edény kézzel készült, tehát akkor még a fazekas korongot nem ismerték, ezért azzal együtt, hogy ez általános típus, tehát előfordul számtalan ilyen fazék és csupor a hatvani kultúra területén, minden egyes tárgy egyedi és megismételhetetlen, hiszen szabad kézzel készül, két egyformát még a legképzettebb mester sem tud készíteni. Ez a két edény egyébként temetőből került elő, tehát nem településről származnak. A hatvani kultúra sírjaiból, nem egy sírból, különböző sírok, két különböző sírból, Nagyrév határában találták egyébként 1980-ban egy leletmentés során. Jelentéktelennek és lehet, hogy még azt is mondhatná az ember, hogy hát ezek igazából nem is szépek, tehát jelentéktelenek tűnhet ez a két edény, de mégis én nagyon szeretem őket.